Köszöntöm Önöket, magyar műkedvelők az őrhelyen. Ez a címe annak a kötetnek, amely a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ amatőr színjátszó társulatának több mint fél évszázados történetével foglalkozik. A könyv, amelyet a napokban mutattak be a nagy közönség előtt, Garai Béla kézirata alapján készült, a Népkör megalapításának centenáriuma tiszteletére. 300 oldalon keresztül meg annyi kedves történet elevenedik fel, mindez gazdag képanyaggal illusztrálva, köztük néhány plakátfotóval is. Az Életjel kiadó gondozásában megjelent kötetben 1919-től lehet végigkövetni az eseményeket. Lovas Ildikó, az MNT kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa, bevezetőjében azt emelte ki, hogy az alkotók, a színházzal foglalkozók írásai fontos lenyomatai életünknek, amelyek közösségünk szellemi értékévé válnak. A Népkör mindenképpen egy fontos szellemi műhely, mindig is az volt, és ma is az. Az az időszak pedig, amit feldolgoz, ez a könyv különösen kiemelt fontosságú. Én, mint a Magyar Nemzeti Tanács Művelődési Tanácsosa vagyok most itt, egy csoda az, hogy ez a könyv így megjelenhetett, egy csoda az, hogy a szerkesztőhöz elkerült a könyv, hogy az örökösök bíztak annyira az Életjel könyvkiadóban, hogy nekiadták. Hát a másik pedig az, hogy közösen sikerült kilobbiznunk, elérnünk azt, hogy ez a könyv az amatőr színjátszók idei vetélkedőjére megjelenhessen. Véletlenek ezek, és azt gondolom, hogy ezen véletlenek nélkül, és én ezt nem magamra értem, de az olyan emberek nélkül, mint akik itt jelen vannak, és az új népkörösök, a régi népkörösök nélkül, ezen emberek nélkül, azt gondolom, hogy a kultúránknak és a városunknak, hát, hogy is mondjam, a vitrázsoknak sem, a színjátszóknak sem, és a Kosztolányi által megírt színes tintáknak sem nem lesz értelme és tartalma. Mindent el kell követnünk ezekért az emberekért, ezekért a könyvekért, ezekért a kiadványokért, a jobb idők reményében. A kiadó részéről Dévavári Beszédes Valéria méltatta Garai Béla munkásságát. A Garai Bélának van a születésének a 105. évfordulója, és a halálának a 25. évfordulója, tehát hosszú életet élt, és azt kell mondani, hogy az életének az utolsó mozzanatáig csak a színházzal foglalkozott, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb munkája éppen a Népkörnek a története, amelyet hát ő volt a legmérvadóbb, aki megírhatta, mert a két világháború között ő volt ennek a művelődési életnek, a színház életnek a megszervezője, de nem csak akkor, hanem a háború után is. Tehát 1945-ben a Népszínháznak volt a rendezője, színháztanfolyamokat tartott, színházi folyóiratokat adott ki, és hát amikor már nem nagyon volt kedve neki a világot jelentő deszkákon föllépnie, akkor írta meg azokat a szövegeit, amelyeket a vajdasági magyar színjátszással foglalkoznak. De már előtte is az Ehhoz Szekértől a Forgószín pedig, hát ez egy nagyon ritka könyv, amelyikben éppen hogy hogyan indult el itt a színházi élet, ez jelent meg. A Népkör az pedig, hát ő az alapító volt, hazahívták Magyarországról, hazajött kisebbségbe rendezőnek lenni, tehát ez egy nagyon nem kis dolog volt, és nagyon fontos adatokat tartalmaz ez a könyv a vajdasági magyarságnak a kulturális életéről, de nem, még Szabadkának a kulturális életéről, hogy itt milyen volt a Népkörben az élet, és azt is lehet tudni, hogy aki mikor nem szerepel a Népkörbe, azt is jelenti, hogy akkor éppen a politikai hatalomnak a fekete listáján volt. Tehát ezt is ki lehet olvasni ebből a könyvből, de hogyha azt kérdezi, hogy akkor miért adta minket ezt a könyvet, akkor azért, mert a Kozon nekem mindig ez egy csókolomat köszönt. Nélkülözhetetlen forrásműve a vajdasági magyar színházi életének, mert tulajdonképpen, hogy itt megindult a színházi élet, az a Népkörnek köszönhető. Hát a Királyi Jugoszláviában nagyon nagy kérdés volt, és nagyon fontos feladat volt, hogy itt színház legyen. De ezt valószínű, hogy az akkori hatalom érezte, hogy mennyire fontos a magyar népnek. Hát ezt tudjuk, hogy a 1848-as forradalom előtt is a színház volt, a magyar nyelvű színház volt a fő szempont. Tehát ezt a kisebbségben, amikor kisebbségbe szakad a magyarság, akkor nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy legyen színház. És éppen a színházat nem engedték meg, hogy színház legyen
és akkor, hát ha nem lehetett rendes színház, de miért ne lett volna a rendező, akkor műkedvelők voltak itt. És tulajdonképpen az összes műkedvelő, azok aztán, aki a két világháború között a népkörbe tevékenykedett, hát a újonnan induló népszínháznak voltak a kiemelkedő színészei. Tehát az összes, minden színész, aki aztán a Szabadkai Népszínházban föllépett, és jelentős egyenisége volt, az tulajdonképpen a népkörhöz kötődött. És hát ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom én ezt a könyvet. A kötetben nem csak a bemutatásra került művek szerzőinek névsora, hanem a bemutatott műsorok listája is megtalálható. A könyv továbbá emléket állít azoknak a művészeknek is, akik valaha felléptek a népkör rendezvényein. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Egy hét múlva újabb kiadványt ismerhetnek meg a könyvjelzőben. Tartsanak velem akkor is, viszontlátásra!